tisztító telepek működésekor gyakori probléma, hogy olyan anyagok kerülnek a csatorna hálózatba, melyel a szennyvízkezelési technológia nem, vagy csak nagyon nehezen tud megbirkózni. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnik a lefolyóban, attól egyszer s mindenkorra megszabadult, bármi is volt az. Ez sajnos nem igaz. Vannak olyan szennyező anyagok, amelyekkel a szennyvízkezelési technológia nem, vagy csak nagyon nehezen tud megbirkózni. A szennyvíztisztítás elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével történik, ezért a csatornába csak lebomló, ezeket a mikroorganizmusokat nem károsító anyagok juttathatók. Szigorúan tilos a csatornába juttatni gyógyszereket és növényvédőszereket, mérgeket, tűzveszélyes anyagokat, például benzint, higítót, különböző festékeket. Üzemzavart, meghibásodást okozhatnak a darabos szennyeződések, a fa, kő, műanyag, üveg, építési törmelék, homok, kavics, vízben nem oldható anyagok, mint például a vatta, tampon, stb. Egyéb háztartási hulladék, például textil, növény, szőrök. Nem tartozik a normál életvitellel járó szennyvíz körébe, ezért túlterhelést okozhat a háztartási zsírok, olajok csatornába kerülése, ételmaradékok, állattartásból származó trágya, háztartási feldolgozás során keletkező állati belsőségek, kisállatok tetemei. Tudni kell, hogy a csatorna a szennyvizet csak akkor tudja biztonságosan továbbítani, ha a szennyező anyagok a vízben feloldódnak, vagy legalább elkeverednek. Ellenkező esetben dugulást és a csatorna rendszer károsodását okozhatja. A csatorna hálózat állapota nagyban függ a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. Tudnunk kell azt is, hogy azok az anyagok, amelyeket a szennyvíztisztító telep nehezen, illetve nem képes lebontani, közvetlenül visszajutnak a természetbe. Mindannyiunk közös érdeke a csatorna használat illemtan betartása.